sok, hát hogy mi is ez a Google Glass, ez valami szuper kis wearable device, ugye gyakorlatilag egy mobil eszköz, viszont minden képességekkel, kisebb képernyője, az interakciók lehetősége is korlátozott, nálam esetben erős, ráadásul nehéz hozzájutni, nem is egy olcsó eszköz, viszont jönnek a wearable-ek, nagyon izgatnak minket, látják, a sor jelentik a cuccaikat, tehát lefelkek a macsékban, ugye az iWatch is. No, hát ilyen gondolkodunk, a wearable-ek gondolunk. No, hát mire van szükségem, hogyha fejleszteni szeretnék a Glass-t? Hát ugye alapvetően a Glass-t, hogy ez egy androidos eszköz, hát akkor kell hozzá egy kis android fejlesztői cucc, a Glass-t kell, és hát egy Glass kellene hozzá, ami nincs. Hát de tovább szeretnénk fejleszteni erre a jó kis cuccra. No, ha Glass-ra fejlesztenénk, ugye alapvetően két dolgot tudunk tenni, vagy megjelölni ilyen hangmódszerűen a napi alkalmazása, az ezek lehetnek a Glass-ra immersion, live card-ok és ezeket megírhatjuk, emulátorral megnézhetjük, de van egy másik módszer, amihez nem kell ilyen mindenféle hangodatos komoly tudás, ez a timeline card-ok, amit tulajdonképpen csak beres dolgok, és amit tudnunk kell hozzá, majd ez a Miro API lesz. No, hát mik ezek a tiszteletből szület a timeline a Google Glass-nál, ezek ilyen kis gyakorlatilag éppen az adott képen, amit magán a Glass-on látunk, ezek ilyen időbecsétes dolgok, amikor van egy ilyen kártyán, amikor minden van, micsoda, akkor ez beszélődik idősorrend után. Ilyeneket fogunk készíteni. Na hát akkor a timeline kártól tulajdonképpen ez valami olyasmi, mint az RSS-re gondoljunk, föliratkozunk rá a kis szemüvegünkkel, és akkor van majd RSS-re jönnek ezek a kártyák, és a szolgáltatás meg szépen a föliratkozott szemüvegek keresztül eljutatja. Na, ezek a kártyák maguk, mint mondtam, ezek egy kis időtérre látott, egyszerű kis képernyők, amivel szöveget vagy HTML kontentet tudunk kitenni. Ehhez tudunk különböző egyszerű médiát csatolni, képet, audio vagy video streamet tudunk hozzátenni, mint a leírtett videó lehet szóval játszani. És hát nagyon korlátozott módon tudunk egy interakciót is eszközölni, ahogy ha szükséges. Én kimásoltam egy pár ilyen alap timeline kártot, hogy van szó. Körülbelül ilyen bonyolultságú információt tudunk rajta megjeleníteni, ezek háttérben készült is egyszerű kontentek. Na, egy röviden fel is rajzoltam ennek az alapkártyára, mire gondolunk, amikor egy ilyen készítünk. Ott a jobb alsó sorokban fut a kis alkalmazásunk, amikor ehhez készülünk, ennek van egy új kártyáról, amely és ez a Glass-level. Ott fut a kis dobozban is beles alkalmazásunk, vagy ha nem magunk hoztoljuk a cuccot, akkor betoljuk a App Engine-be. Középen a nagy gőzfelhőben dolgozik maga a Google infrastruktúra, ide betesszük a kis kártyáját, és ő majd megoldja, hogy szemüvegek ezek a kis kártyák eljutnak. Na és hát akkor most ennyit tudunk róla, hogy itt a magát a fejlesztés, hát kapjunk elő egy Google account-ot, ugye mindenképpen szükség lesz, meg kell ismerkedni az API konzolval, lekapcsoljuk magunk ezt a Miro-t, szolgáltatást, kellene fog majd az AutoCAD-ot autentikációhoz, na meg kellene fog ez a Playground, ez fog a szemüvegek helyet is elkedni, ő lesz szemüvegek helyet, mert az, ami majd fogadja a magát is kártyákat, de ez arra is jó, hogy megváltozottunk el. Próbáltunk előre, tervezhetjük és megnézhetjük. Senki nem szeret tudálni megérni minden programot. Glassware cuccokhoz kaphatunk egy boilerplate-ben elkészített példakódot, a Google-on nekünk Java-on és Python jelenben elkészült a GitHub-on. Opcionálisan jól jön nekünk az API engine, nem tudom, akarjuk futtatni a kódot. Ugye a boilerplate is API engine-es interni, ezt megcsináltuk, de én hát kis tudtok vele játszani. És mivel hát most online demóra nem nagyon van lehetőség, itt röviden felvázoltam egy nagyon egyszerű offline demót, hogy kell egyet készíteni, amikor rendítjátok ezt a kis Glass-ot, tehát akkor kaptok egy nagyon-nagyon egyszerű felületet, ahol külön működő módon össze tudtok egy ilyen timeline kárdot állítani, itt éppen előre készült el, ezt eltűntetek, ez fölkerül a kis Google felhőbe, és itt van maga a Playground, ami ezt a fantasztikus kárdot a textben készítettek. Ennyi. Köszönöm szépen! Ott lehet eltérni, hogy akkor csatolsz médiát, ezek alapvetően streamek, ha úgy
ezt a háznak a beépítettőjére tudja lejátszani, és abban is elég korlátos, hogy mit tud lejátszani, megvan a képes, ezt nem mindig tudjuk kipróbálni. A másik pedig az, hogy mondtam, hogy valami fajta korlátot tudja a földre, ez azt jelenti, hogy a háznak van a beépített menü. Vagy ezeket rendeljük hozzá, és akkor egy ilyen pipát tudsz nyomni neki, ami visszatér ezen a szolgáltatáson keresztül a kis glassverünkhöz. Körülbelül tudsz minden érni. Tehát ez az a limitációt a vége, ahol nem tudsz igazából nem csinálni. Tehát az összes törék egy riadot elkészíteni, és próbálja a kérdés, hogy ha megkapott kártyát is tudod magát módosítani, hogy csak a rajta, ezt meg tudom csinálni.
Szerintem arra jó lesz, hogy mikor megkönt. Köszönöm.